26 megváltozott munkaképességű ember dolgozik a Máltai Gondoskodás Nonprofit Kft. Pécsi Edison utcai műhelyében. Ebben a kis üzemben 4 és 6 órás munkarendben látják el feladataikat az emberek. Elsősorban bérmunkát végeznek a műanyag és a papíripar területéről. Papírból készítenek például italos, parfümös minőségi táskát, vagy műanyag függönyelemek csomagolását, dobozolását végzik többek között, mondja Bondor Zoltán telephelyvezető. Be kellett tanítani a munkatársakat természetesen, mert ez új munka volt, és mindenhol minőséget kérnek tőlünk. Ami egy kihívás azért, hogy ilyen egyszerűbb képességekkel rendelkezők is megtanulják a munkafolyamatokat. Igyekeztünk a tevékenységeket a részekre bontani, hogy minden tevékenységhez tudjunk passzítani munkatársat. Így a hatékonyság is jobb lett, és mindenkinek van részfeladata. Másfajta munka is zajlik ebben a műhelyben. Kisebb rész használt IT-eszközöknek az alapjából ékszereket gyártanak, mondja Vozár Pál ügyvezető. Az üzemünk 9 évvel ezelőtt indult, akkor használt elektronikai eszközök bontásával kezdtünk el foglalkozni. Így került hozzánk rengeteg számítógép is. Egyetemtől, nagy munkáltatóktól, ahol lecserélték már az eszközeiket, nem volt rá szükség, mi nagyon sokat át tudtunk venni, és azokat bontottuk elemeire, és utána vittük el újrahasznosításra. Ekkor jött az ötlet Révai Krisztina mentortól, hogy ezekből esetleg lehetne kis ékszereket gyártani. 2 éves előkészítő tervező munka előzte meg mindezt, amíg belevágtak a rekreációs tevékenységbe. 7 évvel ezelőtt megszületett az első ékszer kollekció, a rekreáció, és azóta rendületlenül ugye készülnek újabb és újabb termékek, termékfejlesztések, közben díjakat is nyerünk, úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy nagyon sikeres projekt, és mondom elég, szóval látom már így a kifutását, meg a távlatát. Hát nem mindegy, hogy melyik darabot vágja ki a kollega. Most is a fényfesztiválon is elmeséltem ott az érdeklődőknek, hogy igazából már nem én készítem minden egyes darabot, hanem a kollégák nagyon ügyesek, és akkor elmondom nekik, hogy miből mit szeretnék, milyen formát, milyen színben, ők kivágják, becsiszolják, legyantázzák, tehát az egész folyamatot tulajdonképpen már ők készítik el, de hát nyilván ez egy hosszas betanítás következménye, és el kell azt is mondanom, hogy azon kívül, hogy nem csak az ékszereket, hanem már a csomagoló anyagot és mindenben, amiben itt a kollégák még tudnak segíteni, igyekszem őket bevonni, tehát hogyha valamit meg kell számolni hirtelen, vagy le kell becsételni a nyugtatomböt, tehát itt nagyon kedvesek, lelkesek, rögtön jönnek és segítenek nekem, mert azért itt a mindennapi feladatok, tehát azon kívül, hogy ugye a mindennapi munkát ugye meg kell szervezni 26 kollégának, ugye ez mellett meg a munkaügyi dolgokat, a rehabilitációs feladatokat, ugye ezek mellett vannak itt az ékszerek, és hát sokszor csak így hirtelen kérek segítséget, és rögtön jönnek és lelkesen segítenek nekem a kollégák. Számos helyen megjelentek már termékeikkel. A legnevesebb fesztiválokon, ha csak tehetik, mindig kint vannak. Időnként új bútorokat, időnként eszközöket vásárolni, de a dolgozóknak a mentális egészségére is törekszünk, úgyhogy van, amikor megszervezünk egy kis kirándulást, múltkor Dombováron jártunk, előtte Orrfűre vittük el a dolgozókat egy egész napos pihenésre, kikapcsolódásra, szóval igyekszünk egy hangulatos kis csapatépítő napokkal ezt pótolni. Mivel a Máltai Gondoskodás egy non-profit cég, ezért minden bevételt visszaforgatnak a vállalkozásba, amelyet fejlesztésekre fordítanak. Időnként új bútorokat, időnként eszközöket vásárolni, de a dolgozóknak a mentális egészségére is törekszünk, úgyhogy van, amikor megszervezünk egy kis kirándulást, múltkor Dombováron jártunk, előtte Orrfűre vittük el a dolgozókat egy egész napos pihenésre, kikapcsolódásra, szóval igyekszünk egy hangulatos kis csapatépítő napokkal ezt pótolni. Csomagolásba, egyéb adminisztrációt segítő munkafolyamatokban is részt vesznek az ékszert készítő dolgozók is.